Sziasztok, sziasztok! Itt a Geekok Podcast újabb extra epizódja. Azért extra, mert Ron és Dotta helyett most Zoli kollégám van velünk. Hello, sziasztok! És van egy vendégünk, a Kortárs magyar motorsport koronázatlan királya, Nagy Norbi! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Figyelj csak, Norbi, valamit egyből tegyünk tisztába, mert tegnap gondolkodtam a podcast koncepcióval kapcsolatban, és egy valamire rájöttem, és vagy egy kérdés megfogalmazódott bennem, és szerintem te remélem fogsz tudni választ adni. Miért van az, hogy a, a magyar motorsportba a Norbertek erősen felül reprezentáltak. Tehát ugye ott a, a, a Mihelis kicsi-nagy, tehát hogy ti, ti itt azért a, a kis Norbival keményen keveritek a kását a szurkolóknál. Én, engem két oldalról is kevernek, mert van a kis Norbi, ott a Norbinál kevernek, illetve van a nagy Dani. Hát én már voltam uh, olyan sokszor, a Nagy is, meg a Dani is volt Norbi, tehát itt, itt mindenki mindenkinek a testvére. Azt hitték, a, a, a ugye régen volt olyan, hogy a, én mentem az LTCC-ben, a Nagy meg a VTCC-ben, és az egész paddok azt hitték, hogy mi testvérek vagyunk. Holott ő majdnem két méter, és fekete hajú, én szőke is 184, és tök más az alkotunk, meg tök másfény nézünk, de mindenki azt hitt, hogy testvérek vagyunk. Úgyhogy vannak ilyen anomáliák, nem, nem tudom a véletlen szüli. Amúgy tök egy, egy tényleg ez a, a, magyar versenyző igen. nevek. Mindenki hát, Norbi kis nagy. Igen, meg Herceg, Norbi <laughs> is mondjuk igen, 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 igen. De, a, de a Norbi extra felül reprezentált. Igen, hát így négyen igen. vagyunk a Herceg Norbival együtt. Igen. Hát ez van. Szuper. Hát mi hány Müller volt a németeknél túraautós Igen, ugye? igen, igen, igen. Volt egy három És van Müller egy francia ráad. is. Igen. <laughs> Aki ellen te ugye? Bizony, bizony. Hát az 2018 VTCR. At a szlovák Kiring úgy volt ugye a nagyon emlékezetes, amikor második helyet, más, második helyet az sikerült végig megtartani. Igen, igen én arra emlékszem, hogy nagyon követtem végig ezeket a VTCC, LTCC-ket, és én, én akkor nagyon örültem neki, hogy végre hazánk fia megmutatja igen. a frankót. Én, az jó volt. Még egyébként nagy élmény az LTCC-ből, az 2016 volt, az volt az utolsó év, amikor még engedték menni a DSG váltós autók, de ez egy utcai automata váltó, valaki nem, Igen. ez de egy sportos automata váltó, ugye kormányváltósak voltak már azok, és akkor együtt ment a túrautó EB és a VB a Norslife, az egy annyira hosszú pálya, hogy nincs elég idő egy napban, hogy mindennel együtt ennyi mezőny külön letudja a versenyt, és euh, talán vagy szabad edzés, vagy időmérő volt, és akkor együtt ment a két mezőny, és a dsg váltós autóknak nagyjából olyan 260 volt a végé, ott forgott le az utcai Minden más, amik már versenyváltós autók voltak, 250-nél letiltottak. És abban az évben ment euh, Sebastian Lőb is, a Citroennel, a VTCC-ben, uh -huh. ezért sokkal gyorsabb autók voltak, mint ezek a, a DSG-váltós Leonok, -ok, de volt, hogy úgy adtak ki, hogy a Döttinger ugye az a nagyon-nagyon hosszú egyenesen a úgy fordultunk rá, hogy éppen előtt előzött meg, és mögöttem maradtam, és neki egyszer csak leforgott a Citroen, és akkor egy Sebastian Lővöt, ő is volt, én is versenyóta, és egy versenypályán utól érem. Toltad Azért az, az egyenesben. Egy egy Toltad de az, az egyenesben? Igen, nem tudtam megelőzni, tehát ott, hogy kijöttem szélányig ott, mert nem volt ereje a szeátnak ahhoz, Aha. hogy elmenjek mellette, de végmentem mögötted, tehát voltak Azt ilyen jó is emlék. Vesz ja. Volt neked egy másik, én emlékszem rá, hogy egy nagy lehetőséged a kampusz, amikor amikor ő, ők összetörték, ugye Oriola törte össze, vagy már nem is emlékszem, hogy ki volt Nem, náluk. nem, Hugo Valente törte Valente, össze, az már a es az már széles igen, seri volt, és, és, hát konkrétan egy nyúlványt vágták le az én, az én És te időn. Donornak felajánlottad az autót. Igen, és akkor, és akkor tudtam menni egy versenyt. De hogy oda mentek hozzá, és mondták, hogy figyelj, mert látjuk, hogy van egy ilyen autód, és akkor szeretnénk belőle kérni ezt, azt. Hát, hogy őszintén már nagyon-nagyon nem emlékszek, valahogy úgy volt, hogy a mi is kapcsolatban voltunk az rml meg ők is, és azt hogy ők hozták össze, hogy, hát, hogy mi lenne, ha egy érdekes dolog volt, hogy ugye tök ugyanaz volt no. az alapkaros hiába, az ott már azért volt az, a Super 2000-es Chevy, aztán jöttek az 1.6 turbósok, és aztán az 1.6 turbó jöttek egy szélesség, és még mindig tök ugyanazok voltak a Hát igen, a meg csak a, a szélesítések kerültek rá, gondolom, ilyen karbonálemek. Hát, de, de nagyon sokszor nagyon átvariálják azért mm. a karosszériákat is, de itt ugyanaz maradt. Hát ilyen. a TC1 az, az különösen egy átvariált kategória igen, igen, volt. Igen. igen. érdekesség egyébként, hogy a, az a sevi, ami az enyém volt, hogy a Super 2000-es motor az a 2010 körül autó volt, uh -huh. és abban ugyanaz a régi Opel motor volt, ami a legelső GS-i az, az volt az e alapja. etek etek valahanyas motorok voltak. Hát azok. az a C, most már nem tudom, hogy melyik a turbos, vagy melyik a szívó, uh -huh. nem tudom, ezeket a motorkódotra de de a mai napig ugye nagyon jó tuning Nagy alapnak szolgál vagy. turbosítják, és az, uh -huh. ez az a motor volt. És még. te azon a hétvégén fel is adtad azt a, a versenyt akkor, úgymond, ugye nem volt autód, Viszont igen, cserébe igen, igen. kaptál egy nagyon nagy lehetőséget. Igen, ott Spába a... mentem egy, egy versenyt, akkor már egy hat turbos le És igen. a világbajnokságon, WTCC-ben. A már igen, akkor igen. még VTCC volt. Így van, hát uh -huh. 2017 volt az utolsó éve a VTCC-nek, és 18 ban lett VTCR. Aha, igen. Akkor váltottak át a TCR autókra. Aha spá azért az egy, az egy, nagyon szuper pálya, hát igazából Ez ott azért. mindenki akar menni. Igen, igen, igen. Hát a, először meg is lepődtem, amikor a orúzsra rámentem, és akkor így kiment a fejemből a vér, ugye hogy ott hemelkedik hirtelen. Először mondom, mi bajom van, hogy ma rosszul leszek az autó, és mondják, hogy ott egy kicsit szorítani kell az embernek a combját, hogy az fennmaradjon normálisan. Orús Balázs, megvan mi az az Nem, nem. Az orús, az a az a belgai, belga pálya, Forme 1 is van, vagy volt régen. Van, ez. Van, van. van. Van még van, most van, is, van, nem, van. nem emlékszem pontosan. Az elején van még tulajdonképpen a pályának egy olyan emelkedő, amiben beleraktak egy eskanyart, és úgy emelkedik föl, hogy egy ilyen 30-40 méteres magasság kb. Amit emelkedik. minimum, igen, és nem látod, hogy jó, vagy érkezel, de hírtel, és padlógázom azonnal a padlógázon, és a kanyar a végén, és tök láthatatlanul kell bevenned kb. a végén. Hát, hát ez egy, egy, ikonikus, egy ikonikus, kanyar az egész európai motorsportban az ott igen, és nagyon hirtelen indulsz meg fölfelé nagy tempóra, és akkor leesik a, a, fejedből a vértök. Gondolod, -e, hogy egy tízemeletes épületnek a tetejére fölmész így azonnal hatalmas nagy sebességgel. Hát brutál érzés lehet. Igen. Most ott pont át is alakították a pályát, mert voltak nagy esések, és akkor nagyobb Aha. bukótereket csináltak. Meg ott hát volt igen, egy, ott, volt egy kettes sajnos. igen, 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 jó, figyelj, kezdhetünk még egy kicsit így alapokról, hogy így honnan jött neked ez a versenyzés? Nagyon korán kezdted. Én beleszülettem a dologba, mert édesapám is versenyzett magyar bajnokságban, tehát nem, nem ment nemzetközi szinten, de hát akkoriban az is nagyon mm. nagy dolog volt. 2001-ben hagyta abba, hogy ő gyorsaságiban ment, annak része volt akkor is a hegyi verseny is egy hondával ment utoljára, és akkor 2004-ben én már versenygokartban ültem. Tehát ahogy ő abbajta 2001-ben, akkor én 2000 Hány éves voltál 2000... akkor? Nyolc évesen kezdtem. Azt a mindenit. 8 Nyolc évesen. És akkor már ugye egyből elkezdődött ez a járjunk el ilyen útszélére, kis bérgokartpályákra, pályákra, és hmm. akkor egy-két év alatt odított a dolog, hogy akkor 2004-ben elindultam az első gokart és onnantól igazából nem volt olyan év, hogy amit nem hagytam, vagy amit, amit kihagytam volna. Ott 2007-ig mentem Gokkart, és 2008-ban meg már átültem Autóba, ami akkor azért volt nagyon egy érdekes, mert még akkor is csak 13 voltam. Joksit hogy kaptál? Hát ugye akkor már bőven autóversenyeztem, amikor a jogsira került Kemény. a sor, ugye a versenyző licenszhez, ahhoz meg ugye nem kellett jogosítvány, mivel ez egy zárt pályás Aha. szakág. Tehát akkor azért még 18 alatt nem sűrűn osztogattak licencet, tehát ott még volt ilyen pszichológiai vizsgálat, meg minden ott ezt ketten csináltuk meg egyébként a Fica biztos mondom, hogy a neki is. Ő 12 volt, én 13, és akkor mi kezdtük meg ezt így Magyarországon, vagy hát még talán azt is mondhatom, hogy Európában, vagy ilyen hamar autóbőjünk át, és azóta meg már tömegével ülnek be versenyautóba 10 évesen. Szuper, jó korán kezdted akkor tényleg. Igen, igen. És ö, ugye jött lehetőség neked egy időben zengőjéknél is mentél igen. Európa bajnokságot, tehát akkor én nevén ETCC. Így, Így van, etcc mentem először 2013-ban, azaz egy zengő, zengő junior team nevezetű csapat volt, a narancsárga-fekete, akkor ugye az akkori zengő dizájnos igen, 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 leonokkal mentünk, az még a második generációs, a gömbő leonok voltak. Uh -huh, emlékszem utána 14-ben volt a Sevi, aztán újra Leona év végére, utána volt egy, hát nem kihagyás, de vissza Magyar Bajnoksága mentem egy év Suzuki kupát, ami egyébként nagyon jót tett, tehát hogy én azt mindig azt mondom, hogy kis autóval kell kezdeni, mert én egyből, amikor már a fiesta ültem 13 évesen, az egy ilyen 180-190 autó volt. Na az, az hiba volt. Egyből egy ilyen 100 vagy 100 alatti autóba kellett volna mert azt tanít meg igazán gazdálkodni az autó erejével, nagyon-nagyon pontosan menni, mert hogy egy erős autóval mész, az sokkal több mindent megbocsát a pályán hibákat. Hamar tudsz gyorsítani, egy gyenge autóval lendületből Igen, kell menned. Ugye? Picit elrontasz valamit, és azt, azt, a fél pályán hordozod magaddal, Igen. amikor eldobtad a lendületet. És egy évet visszültem suzuki és utána, amikor a 16-ba visszaültem újra a túrautó sokkal jobban ment, és tök sokat fejlődtem. Aha, Igen. Úgyhogy Ez így jó. bepótoltam a, 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 a hiányzó lépcsőfokot és akkor jött 16-17 LTCC újra, akkor már az újabb Leonnal, a kockával, az mk 3 assal 18 VTCR, azóta meg hegyi verseny. És hát Európa azért jó, szerény vagy, de azért egy európai bajnokság második helyzet vagy. Igen, ott 16-ban harmadik lettem a bajnokságban, 17-ben meg második. Igen, a 17-ben nekem kevés hiányzott, hogy, hogy meg legyen a bajnokságot voltak műszaki hibák is, meg, meg ilyesmi, hogy ez mindig egy ilyen tüske maradt bennem, hogy nem, nem tudtam megnyerni az, <sítható> az EB-t, pedig nem volt messze a dolog, úgyhogy most azért is gyúrok rá a hegyi elbérre, hogy akkor, akkor hegyen, a hegyen leszek -e Európóinak, vagy szeretnék. Értem, igen, mert most ugye átpártoltál, úgymond a... Hát ez is túraautózás valahol, csak inkább hát ez, ez olyan, igen. mint egy rally. Majdnem... Keveri a kettő szakágot. Hát igen, mert, mert, adni, mert... hogy csak az mentek, ez egy egyértelmű. Igen. Meg nincs test, Tehát ez az egy, ami hiányzik, az az adrenalin löket, amikor összeér két túraautó, amikor kilincsen fordulunk, vagy bekopogtatnak át, vagy én valaki ez hozzáérek, vagy... Na, ez az egy, ami hiányzik, viszont annyit, én ugye ebben nőttem fel ott a Mátrába, én Mátra is rác vagyok, minden évben ott volt a Mátra hegyi verseny, mentünk le a bringával, tekértük, néztük a öreg porsékat, kat BMW-ket, ja, nekem ez nagyon, Arra jártunk megmaradt, is, úgyhogy emlékszem. ez azért Kárpóta. Ez nekem is megmaradt nagyon, nagyon fiatal gyerekkoromban is járkáltunk a, a parádi hegyi felfutóra. Igen igen. Én jöttek lett, az engős először, a, 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 ugye jött először a kamion, olyan nem is tudom, ilyen kék, fehér, zöld színű, akkoriban ultramazárt kamionok volt, igen, vették igen, igen. ki a DTMS merciket, hát csoda száma mentek, úgyhogy. Igen, szerettem én is, hogy még arra is emlékszem, amikor az engőjékin voltak, ugye és szerveztek egy szimulátor bajnokságot ott helyben, uh -huh. és aki azt megnyeri, az el lehetőséget kapott rendes versenyautóba menni. Na, ő volt a Mihály Snorvi akkor ő nyerte meg ezt a, uh -huh. lehetőséget, és így került ő oda, én úgy emlékszem. Hát ezt már én nem tudom neked visszaidézni, mert még én is olyan fiatal voltam akkoriban. Igen, a kis Norbinak is egy, egy hasonló volt, csak ő, ő nem, ő a Proex-től jött egyébként. A proex uh -huh. ott egy, egy, egy Astra kupás, évbe kezdett bele, de már az a ezt ezt tudná elmondani pontosan. Őt, őt, én ott tudtam követni, amikor egy mazaráti kupában láttam élőben a hungaroringen, Aha. hogy kört adott a többieknek, pedig ő csak meghívott vendég volt. Igen, igen, igen. igen. Hát az már, az már szerintem bőven a, a, a kupás időszak lehetett. Lehet, Ugye lehet. ő ment Suzuki-val, talán clio is, aztán Seat kupa. itt itthon akkor nagyon jól megvolt a, ez a lépcsőzetesség a gyorsasági szakákban. Most sajnos alig van szakák. Hát igen, figyelj csak, mondtad az adrenalint, hogy hiányzik így a testestelni ö, küzdelem, de hát adrenalin van itt is. Hát van, ahogy van. néztem, ilyen milliméterekre Persze. mész el a falaktól. Tehát nem, nem maga az adrenalin, hanem hogy az a része a, a löketeknek. Hát itt már rég rossz, hogyha koppan valami, mert akkor ez a szalakorlát. De figyelj, nagyon kell ismerned a pályát, ugye nincs navigátorod, neked kell megtanulnod a pályát, minden pályát, és azért vannak hosszabb pályák is, nem csak ilyen Vankom. rövidebb pályák. A leghosszabb az olaszban a Trentó Bondon, ami a Asszesok nevű játék, vagy állólag is benne van, hát az a megjegyezhetetlen kategória. És ez, ezen, hogy hányszor kell végigmenned, hogy ezt, ezt jól meg, tanult, hogy miután mi az, volt az, egyetlen pálya, amit, amit azt mondom, hogy ott az nem teljesen volt meg fejbe. Azért nem tudtam beedzeni, ott voltam két nappal a verseny előtt, egy olyasmi autóval, amivel mentem aztán a versenyen, mert a szintkülönbségtől folyamatosan úgy pattogott az embernek a füle, hogy begyulladt a füle, arcúra gyulladásom lett a tréningezéstől, akkor a szintkülönbség volt. Tehát ott a olyan van. volt, hogy fönt ilyen kiskabát, pulóveres idő volt, lent meg pólóba megroattál lent. Tehát, hogy ott az akkorát emelkedett, az az egy volt, a többit azért egy olyan Tudom én, ilyen 6, 6, és 8 km között van a legtöbb hegyi pája. pálya. Ott azért, hogyha ott vagyok már előtte egy-két nappal, meg már mondjuk adott esetben már versenyeztem is, azért az úgy meg tud lenni ott. Előre be is lehet szimulátorozni, aztán van olyan, hogyha mondjuk nem lézerszkennelt a pálya, mert egy hegyi pálya azért nem mindig az, akkor vannak olyan döcsenők a pályán, egy, egy egy aszfaltváltás vagy bármi, amit már ott a helyben jegyzek meg, meg hát azért vannak ilyen kis trükkök, hogy egy kis grafitisprét viszek magammal, és akkor egy pötty a az az érintőpont, uh -huh. egy pötty a féktáv kezdési pontjára, tehát vannak ilyen, ilyen trükkök benne. Meg hát a, a belső felvétel az folyamatosan megy, tehát nagyon keveset uh -huh. töltünk versenyatól a pályán, első nap az mindig tréning, és akkor a tréningeket nézzük vissza ezerszer, hogy, hogy miket lehet majd. De hát azért van, van, improvizáció is benne. Hát jó, okay. Az, az ugrod be, hogy használtok itt valami elemző szoftver? Tehát, hogy van valami erre trénelt mesterséges intelligencia, és a többi, ez a technológia? Nagyon manuálisan Aha. megyünk, megyünk hegyen. Tehát GPS alapú szoftverek vannak, hogy összetudom a menésémét, hogy hol, milyen uh -huh. tempón elvettem féktávot, de azért itt bőven nincs, nincs olyan technológia, vagy nincs olyan lehetőség, mint egy, mint egy épített modern versenypályán nincs olyan logger az autókban legtöbbször. Mert hát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy, hogy, nagyon aktívan tud használni a loggert és az ilyen telemetriát, telemetria rendszereket, és tudj belőle fejlődni, ahhoz azért sokat kell menni egy adott pályán is. Itt meg annyira keveset megyünk, hogy, hogy, nem tudom megvalósítani azt, amikor mondjuk meg, megnézem magamnak, hogy tíz kanyarban itt így forog, így ott, úgy, amúgy, és akkor van még egy vagy kettő felmenetem az egész hétvégén. Tehát, hogy sokkal, sokkal hatékonyabb, hogyha a belső felvételről próbálom összerakni magamba majd azt a kört, hogy menni fogok. De ami azért nehéz, mert egyrészt más lett a pálya, a vasárnap, mint szombaton, vagy hogy mondjuk, hogyha melegebb van, vagy hidegebb, meg akkor rakjuk fel az új gumit. Jó, mi van, ha az eső? Át, hát, vagy ha leesik az eső, igen. Hát akkor a BMW-vel azért, azért nagyon nagy hátra nem vagyok, tehát akkor kármentés folyik, minél kevesebb pontot raboljanak. De, de igen. Azt mondjuk el miért, mert uh, ugye egy elsőkerekes autó az, sokkal az a sokkal azért könnyelb. sokkal stabilabb csúszós körülmények között, mint egy hátsó a, igen, egy hátsókerekes autóval fordulok ki egy kanyarból, egy picit elkezd kaparni, hogy azonnal elmegy a hátulja, onnantól már nem tudom, nagyon-nagyon megtörék a gyorsítást. Egy elsőkerekes autó kicsit kapar, picit odébb teszi az elejét, ugyanúgy gázon maradsz, vagy egy picit visszábeszel, sokkal könnyebb fölmenni vele. És itt jön az, hogy igazából egy sperdifi sokat segít ezen, de engedélyezett nektek? Ez... Az persze, Tehát a, a, azért is szerintem egyre népszerűbb a hegyi versenyzés, és nagyon sok néző van kint, mert az utolsó szakág, talán a szlalom mellett, de azért nem, nem annyira jellemző azért, hogy ott olyan tömegek lennének, ahol még mindent lehet csinálni. Uh -huh. Tehát itt ha van ez a performance faktor nevezetű szabályrendszer, ami igazából rákérdez a, a safety dolgokra nagyon, milyen futóműved van, milyen motorod, de mindent lehet, mindent be lehet írni, csak, csak egy, egy, egy szabályrendszerbe, vagy egy, egy ilyen handicap rendszerű rendszerbe foglalja. Tehát itt van a régi 30 éves integrále Lancia Delta és DRS-es szárnya. azt hozzám, imádtam. Szárny meg. meg olyan megoldásokat vannak, olyan megoldások vannak, ilyen motorbicikli motoros, hajabusa motoros, Fiat 500-zal mennek olaszok. Olyan időket, hogy nem érted meg. Tehát, hogy annyira színes a mezőny, és mégis az adott kategóriákba emiatt a performance faktor miatt meg nagyon nagy a meccs. Tehát, hogy mondjuk én megyek egy, egy hathengeres, hátsókerekes BMW-vel, tizedekre megyek, egy négyhengeres, de sokkal forgósabb, szekiváltós Hondával val Köze nincs az a két autónak, mégis olyan a, a, rendszer, hogy tizedekre megyünk egymástól. Igen, ez valahogy jobban ki van találva egy kicsit. Nekem, én a VTCR például akkor hagytam abban, amikor ez a BOP rendszer bejött, Igen és kezdett így nagyon valahogy igazságtalan lenni az az igen. egész, és elvette attól a kedvem, hogy szurkoljak valakinek, mert, mert úgyis az lesz elő, akinek Na, éppen nincsen. Igen. Így van, tehát látok, ez azért sokkal precízebben igen, megvan. igen, igen, Pedig egyébként a BOP rendszer is tudna jól működni, hogyha a lásd a GT3, ott egy, ott egy időben azért nagyon kélettek egy az é, jó, akárs, ja. Igen. Hát most meg már ugye a DTM is GT3-os autók. Hát igen, végül is, igen. Jó, és végül is aki kimegy mondjuk egy ilyen versenyre nézőként, az iszonyat gépcsodákat láthat. az biztos. Tehát nem az van, hogy, hogy kimegy egy versenyre, és csak egyforma autókat lát, hanem itt tényleg minden van. Így tehát itt a forma autók jönnek, jönnek a nem forma, de nyitott autók, ez az oszella szerű, nem tudom, most ez neked biztos, te ezt igen, tudod, igen. miről beszélek a hallgatók, nem biztos, de hogyha mondjuk beírja a, nevét a Simone Fagioli, a, a Youtube-ra, akkor ott hajmeresztő videókat talál. Aztán ugye jönnek az ilyen túraautószerűk, TCR autók is, legtöbb felhúzva. Bár mindenféle túraautó legendák jönnek, STV-s autókkal jönnek, btcc és vtcc és és akkor ugye jönnek még a GT autók, Porsche, -k, Ferrari, -k, Lamborghini, olasz Olaszországban a legtöbb ilyen nagykocsi, és akkor ott vannak az ilyen teljesen prototípus 8-900 ezer lóer és Mitsubishi subaru ezek a turbós összkerekes autók azért hegyen a, a, leggyorsabb autók. Tehát érdemes kinézni azért egy ilyenre, érdemes. meg akár téged követni. Érdemes. Jó, figyelj, említetted itt az autókat, ugye többféle kategóriát felsoroltál, és hát te ezek közül azért elég sokkal mentél is. Ö, szíved szerint hátsó kerék vagy első kerék? Hát akkor, akkor még inkább hátsókerék. Hátsókerék, és Igen. akkor mentél a Super 2000-es e, autóval, és utána kipróbáltad a TCR autót. Ott mi volt a nagy különbség? De én azt látom, hogy a TCR autók egy agyon turbózott elsőkerekes autók, még azért a Super 2000 az egy, e, egy, egy, könnyebben vezethető széria lett volna. Uh -huh. Mert hát a vezethetőségben egyébként szerintem nem, tehát nem nehezebb vezetni a TCR autókat. Más karakterisztikája van nagyon, hogy ezek turbós autók nem forognak, nincs talán olyan feelingje, mint a, mint a, mint a szívomotoroknak. Ugye a VTCC autók, ugye a Super 2000-es autók, ezek 8006-ot forogtak, ott voltak limitálva, egyébként forogtak volna ezek 9 fölött. Uh -huh és tudtak ilyen 280 és 300 lóerő között, de azt egy üvöltő motorral. Viszont az nagyon-nagyon drága fenntartani, ezért, hogy egy két literes motorból ilyen közel 300 lóerőnél, ott az azt jelenti, hogy, hogy két versenyenként motorfelújítás, Ezeket. ami egy egész szezonra vetítve az eszméletlen nagy költség. A TCR autóknak a 100 minden autóban olyan motor van, ami utcai autóban is megtalálható, picit emelt turbonyomással, vagy valami apró dologban vál változtatva, de például a pont ez a, ez a Seat Leon, Volkswagen Golf, Audi, RS3-nak mondják, de A3 motorokkal utcán ugyanezek vannak, és, és nem kellett, karbantartani kellett, olajat le kellett benne cserélni, apróbb dolgok voltak, ami jobban igény volt éve a versenypályán, de ebből meg amúgy támogattam ezt a dolgot, hogy oké, okay, nincs olyan feelinged, viszont sokkal olcsóbban lehetett őket fenntartani, vagy lehet őket arról volt híres a vtc hogy nagyon drága volt. Ö, ott maga a versenyzés volt drága, vagy az autó volt a fenntartása, üzemeltetése a drága? Maga inkább a versenyzés. Tehát, hogy Aha. én látom, meg, meg ott ültem benne, meg minden, hogy, hogy nem, nem, nagyon kellett hozzá nyúlni egyébként. Jó, be kellett állítani. Az volt drága, hogyha sokat elmentünk tesztelni, az új gumik, amiknek 400 euró darabja, vagy mondjuk 20 ezer euró a nevezési díj, tehát, tehát azért az a baj, hogy, vagy tehát nem baj, csak nem, sajnos nem volt elég gyártó, hogy az inkább a gyárakra volt szabva hát. ezek a költségek. Mondott, hogy az autók azért hasonlítottak nagyban útcélyakhoz, így egy csomószor láttam például azt, és nem értettem, hogy ho összeérnek az autók. Én értem, hogy nagyobb sebességgel, nagyobb energia jár, és könnyen tőnek, de hogy szinte azonnal kifordul a kerekük, hogy egy kormányösszekötő az, az miből van ilyen kis újnyi, vékony, nem annyira nem voltak ezek, vagy nem lettek volna könnyen törősek, csak ugye még, egy, még a VTCC autóknál ott nem műanyag szélesítések voltak, hanem tényleg a karosszéria a, 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 karosszéria az a fém a fémmel ért össze. Lehetett testest ellen Jobban lehetett testest ellen. Itt ezek azért szélesebb autók, a TCR autók, és csak egy ilyen műanyag takaró van gyakorlatilag a kerekeken. És akkor kerék a kerék, kerékkel nem oldalirányba, hanem lapjával ér össze, de ott azért sokkal hamarabb hm. sérül a futómű. Úgyhogy ennyiből, ennyiből rosszabb volt meccselni a TCR autókkal. Azt láttuk, hogy mi, ahogy összeakadnak szinte a kerekek, azon valakinek a kereket Igen. útira kifordul. Ezért volt jó a BTCC, ezért volt jó az STV, rá volt, kicsit szélesebbek voltak azok, mint az utcaiak, de nem sokkal, és hát fém a fémmel a sokkal. Nézni is jobb volt. Igen, igen, igen. De egyébként a BTCC-ben a mai napig folyamatosan kinincsen fognak. Annak ellenére, hogy az közel áll a TCR szabályrendszer, ott is most már széles autókkal mennek, hát ott most simán csak kiesnek, de troncsnervi van néha, tehát és ott, és ott, is még mindig rengeteg néző van. Tehát, beírsz egy 2022-es, 2021-es BTCC-t, egy Donington hmm. Park, vagy valami, hát az, az hihetetlen, hogy milyen meccsek vannak még mindig. És figyelj, ez számomra mindig kérdés volt, hogy hétvégéről hétvégére kiállítja be az autódat rád. Mert ugye sok teszt lehetőségetek nincs. Egy pálya, tehát a, a, most a pálya... Egy adott szólt. pályán, mondjuk Szlovákiába mentél le onnal ott, az 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 azért, ott azért legtöbbször olyan mérnöksrácokkal dolgozunk együtt, akik már voltak azon a pályán, hanem is ugyanolyan autóval, de hasonló autóval, és akkor egy, egy, egy jó alapbeállítást azért mindig tudnak az autóra. Ja, tehát Így akkor adnak az, egy az, az évekből uh -huh. táplálkozva, és akkor onnantól már inkább csak, szabá, csak személyre kell szabni. És a szabad edzések adnak erre lehetőséget? hogy akkor... Igen, ilyen két-három bemenetünk volt, ami nem sok, tehát nagyot nem nagyon mertünk állítani soha, mert hogyha nagyon bemegyünk az erdőbe, akkor azt tehát hogyha van egy nagyon rossz autónk, azt most találjuk ki valonnan, hogy az, hogy az milyen legyen a, a, az időmérőre, hogy ne roncsuk el nagyon az időmérőt is. Hogyha van egy aránylag jó beállításunk, akkor nem sokat mertünk hozzá nyúlni. Többek közt azért is, mert Egyszerre csak egy dolgot érdemes állítani az autón, mert állítasz két-három dolgot, lesz valamilyen az autó, akkor ez mitől lett olyan? És akkor ott vagy az erdő, vagy akkor most azt se tudod, merre állsz arccal. Most onnantól, hogy van három bemenet, akkor az kettő változtatás jelent az autón. Úgyhogy mindig inkább az ilyen alapbeállítás, és akkor finom hangolás, és akkor inkább én alkalmazkodok az autóhoz az adott pályán, mint hogy nagyon rámáletén az autót. Itt jött ki az előnye a gyári csapatoknak, akik meg még a, a szezon előtt tudták, hogy hol lesznek a versenyek, és elutaztak minden pályára, és belőtték az autót. És akkor te tudtad tartani a hyundai -t. Az volt a durva. Oké, okay, talán mondjuk Szlovákiába elhúzott egy picit. Szlovákia az azért, az azért volt, fogtad, Szlovákia az azért volt nekünk előnyösebb, mert ugye a Magyar Bajnokság is, tehát ott azért mi is sokkal többet mentünk, mint az összes többi pályán a szezonban. Meg az engős srácok is sokkal többet állítottak hmm. autót arra a pályára. Tehát a, ott, ott gyakorlatilag egyenlő feltételeik voltak szinte, mert, mert ugyanúgy ismertük a pályát, mint a, mint a többiek, ugyanúgy ki volt tesztelve, mint a többieknek is. Arra az egy versenyre összeszedtük azt is, hogy ugyanúgy húsz gumival vágtunk neki a, a, a versenynek, mint a többiek. Mert azért nekünk nem nagyon volt annyi gumink. Aha. És figyelj, már következőként is amikor rángatjátok az autót az elején, hogy melegedjen a gumi valamilyen Igen. szinten, ez szimulátorban nem nagyon szokott működni. Ez nem jól van leszimulálva, vagy ez a valóságban is úgy van, hogy ez inkább csak egy szinten tartás, mint, mint gumi felmelegítés. De ezzel, hogy, hogy jobbra-balra cikáztok, milyen szinten tudjátok felmelegíteni a gumit, illetve ez azért kell igazából, hogy a, a nyers gumi az, az nem tapad annyira nem, mint hogyha egy picit be lenne már ö, kopfa. A nagyon cikázás rész az maximum csak a legelén egy pár kanyarik, hogy a szilikont egy kicsit le, lehúzni hmm. a, a gumi felületéről. Egy vadonatúj gumival simán meg lehet forogni az első kanyarban, annyira, mint a jég úgy csúszik. Onnantól ez a hirtelen cikázásnak azért nincs értelme, mert csak a legfelső felületét fogja megmelegíteni a guminak. Inkább egy picivel nagyobb tempóval is a széltől szélik hossz hosszan szóval terhelni a gumit, gyorsítani, lassítani, mm -hmm. tehát hogy az egész szerkezetét meg, megmelegítsed, inkább annak van értelme, nekünk az volt a tapasztalat. Meg ami még másik trükk, ilyen nagy versenyfékek, akkor sem melegszik szét, hogyha egész körben, egy lassú körben, én közben, közben fékező hogy a ballább tartom, és úgy, akkor is úgy felforósodik a fék, hogy a, hogy a fék melegíti át a át felnyiket, a, a felnyi átmelegíti a gumit, igen, és annak, annak sokkal több értelme van. Érdekes volt, hogy amikor a legelső kup, Suzuki kupás hétvégémet teljesítettem, hozzá voltam szokvált, komoly autókkal mentem, komoly fékkel, hogy én mindig így felmelegítettem, hogy felvezető körbe a Hát az a kupár nem volt nagy fék. Ugyanúgy eljátszottam vele, mire felálltam a rajtrácsra, mert alig volt fék a kocsin, ugye elmelegedett. Úgyhogy az első pár körben ha majdnem a vasmacskát kellett ledobnom, hogy meg tudjak állni, és utána állt vissza. Fék a gyávák pedálja, igaz Balázs? Így van, sose el. Figyelj csak, és hogy, hogy, jött neked a hegyi verseny? Hát így, hogy a, én így, egy parácsosvári voltam eredetileg, a, gyakorlatilag a parácsosvár tábla az a rajtjában a, a, az ottani hegyi versenynek. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy a vtc után az, az rettentő drága volt, azt nem nagyon lehetett már finanszírozni a támogatókkal együtt sem. És akkor jött az ötlet, hogy hát hú, nagyon, na én is nagyon sokat néztem a, a, neten, hogy fú, micsoda mezőny van a hegyi elbén, és akkor még először úgy volt, hogy egy, egy Mitsubishi Evo ami egyébként pont most lesz most már, hogy kikerül a kezeink közül az nem készült el, és akkor a Kovács István, aki már előtte már, már sok éve a hegyi LB, illetve a horvát bajnokságban szerepelt egy m 3 as BMW-vel, vele felvettem a kapcsolatot. Először még csak azért, hogy nem depózunk majd egymás mellett, hogy jöjjön a BMW-vel, én a Mitsubishivel, és akkor úgy, alakult a, úgy alakultak a dolgok, hogy mégis az ő autóját béreltük ki, és akkor azzal kezdtük meg, meg a, a, hegyi elbét. t Azzal mentem egy évet 19-ben, ugyanúgy 20-ban jött a Covid, tehát nem ment. Egy, egy mentem a szlovák egy, egy kupás lótusszal, és akkor utána azért, azért láttuk, hogy azért az is komoly költség volt egy olyan komoly autóval menni. Inkább én azt mondtam, hogy inkább menjünk egy-két egy kategóriával lentem, viszont menjünk minél több versenyt, hogy a bajnokságba. tehát szerettem volna Európa bajnok lenni. És akkor mentem egy, egy e 36 egy régebbi BMW-vel tavaly előtt már, már több futamot, és akkor jó, akkor viszont vágjunk bele egy saját autóba, és akkor tavaly már egy saját autóval mentem, hogy szeg hat futamot, és akkor idén meg már egész, egész évet szeretnék menni. És ez az autód most, kicsit beszéljünk az a mostani autódról, ugye, amivel indulsz, ugye tavaly mentél vele, most viszont vannak rajta változások, úgy tudom, ilyen váltó így van, így van, így tekintetében van. például. De tavaly, tavaly szinte egy technikailag a safety dolgokon kívül egy majdnem széria autóról beszéltünk. De ez előbb volt is egy ilyen műhely epizód forgatva. Viszonylag azért nem tudtam vele semmit csinálni, és még butítva lett az autón, tehát a, a, a kifogó lemlő kirecserélve széria öntvényre az M3 lemlőről, hogy beleférjék a kategóriába. Ez egy változott szelepvezérlésű motor. A Honda-nál ugye véteknek hívják, a Toyota VVT-i, a BMW Vanosznak hívja. Ez egy dupla Vanoszos motor. Az előtte 36 az nem egy vanoszos motor volt, ott és több mindent megengedett így a szabályrendszer és akkor most kitaláltuk, hogy mi ezt lefixáljuk, ezt a vanoszt, hogy ez a, ez a, rendszer ez nem fog működni a motoron, és ennek fejében annyi pontszámot kapunk vissza ebben a rendszerben, hogy föntebb tudom menni a fordulatszámmal, motorfordulattal, az, az, hoz ugye teljesítményt, vissza tudjuk rakni a, M3-as BMW-nek a, a az is hogy hoz teljesítményt, illetve a váltó, ami egy Jolly Joker, ami viszont nem változtat semmit a rendszeren, mert csak annyira kérdez rá, hogy szekvenciális, tehát előre-hátra, mint akár ugye a motorbicikli, illetve ugye a komoly versenyváltók, vagy h -kapcsolású. Ugye vannak azok a versenyváltók, amik maradtak h viszont egyenes körmös a váltó, tehát hogy kuplunk nélkül lehet ugyanolyan gyorsan váltani vele, mint egy váltóval, úgyhogy most egy ilyen ezt lenne ilyen tolós váltónak mondják ezeket, régen a zsiguriból síros váltók, mint tolókerekes váltók, úgyhogy most egy ilyen megy fel a BMW-re. És így mondtad a pontszámokat kategóriába? Maradok e ugyanúgy az ötös ugyanúgy kategóriába, ez a kis kategória, mennek ezek a Typer-Hondák, meg meg hát nagyjából ilyen kategóriájú autók. Ez az egyetlen kategória, ahova nem férnek be az evók. Tehát a, ilyen Mitsubishi kupának is mondják néha a hegyi versenyzést, ugye hát az az evókhoz minden van polcon, Amerikából, Japánból, mindenhonnan, tehát olyan űrhajókat építenek össze, és illetve hát ugye föl is súlyozzák őket, be tudják úgy matekozni, hogy már a, már a PF-nek, a performance még a négyes kategóriájába is beférnek. Ilyen 1450 kilóval mennek, tehát ilyen nagyon-nagyon felsőzött, de Mitsubishi hát azokat nem nagyon lehet utolérni egy egy ilyen szívó bérből. Jó, az egy más világ, igazából, meggondolom azért a költségek is ott elég rendesen el tudnak szállni. Persze, persze. 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 Hozzád képes mondjuk. Most, most az, hogy én a négyes kategóriát vagy az ötös kategóriában leszek Európa-bajnok, nekem igazából mindegy, csak egy tök jó lenne hát egy no. ilyen cím, és ez, ez a BMW meg egy ilyen, pont ezért Jolly Joker, mert egy három literes motorral tudok menni ott, ahol a többiek tök sokszor 2 literessel mennek. Ugyanaz a teljesítmény, csak ők, nekik revíziós a motor, én nekem meg egy utcai motor van. Cserébe, ugye... cserébe én nem mehetek szekiváltóval, meg felmansúlyozza az autó, és akkor a végén ott vagyunk tizedekre egymástól, csak nekem sokkal könnyebb fenntartani az autómat. Amiről nem beszéltünk, és úgy is biztos sokat érdeklődnek iránt, a hány lóerős ez az autód? Gyárilag ez a motor, ez 231 lóerő, most a kis változtatásokkal még vezérműtengelyeket is kap. Én azt szoktam mondani, hogy a 250 lesz, akkor én örülök, de egyébként valószínű több lesz egy kicsit. Ilyen 260 környékét azért várunk. Nagyjából egyébként annyit tudnak a, a hondák is, picivel talán többet is. Viszont én nyomatékosabb vagyok. Tehát, Igen ez nem tűnik olyan soknak, ugye, hát. egy versenyautóhoz képest, viszont ami váltó rajta van, az egy nagyon rövid váltó. Így van, és tehát én mind, néztem belső, a... belső videóidat néztem, és én elcsodálkoztam rajta, hogy mit megy ez az autó, te jó ég. Hát meg ugye könnyű ahhoz képest, és, és mindig abban a fordulattartományban tudod tartani. Ugye a versenyváltóknak nagyjából olyan szokott lenni a lényege, hogy van egy viszonylag hosszú első fokozat, úgy, hogy el Onnantól viszont már el van, ez egy. minek hívják. Ennek a fűrésznek hívják, ugye a diagram, ja, az igen, első fok az nap, nagyon nagy, igen, és utána igen, viszont keveseket tejt, és akkor belőled a motort egy adott fordulattartományra, ahol a legnagyobb a fordulat, és csak ott használod. A lényeg, Nem hogy nektek csak... nincs szükségetek nagy végsebességre igazából, hanem. Ebből azon... a forgatónyomatékot kell maximalizálni. Igen, terem. minél hamarabb forogjon le. Igen. Hát nagyjából, nagyjából igen, igen. igen. Vannak olyan pályák egyébként, ahol ahol vannak hosszabb egyenesek, de egy ilyen, ilyen 200-210-es végsebesség az elég ennél a lóerőnél. Aztán amikor 19-ben mentem az M3-assal, az egy V8-as, az 500 lóerő fölött volt, ott volt olyan a szlovák pályán, most ott már egyébként nincs is LB, mert hát aszfaltozni kéne. Uh -huh. Ott volt, hogy ilyen 250-en tiltáson utaztam sokáig. Asztal ott volt olyan nem. hosszú egyenes is. Hmm. Hát ott, ott az evók, amiknek az el volt engedve, hegyen. igen, hosszú váltó én meg 272 akat mentek. Tehát az azért az kemény volt. Na, azok a nem normálisok. Igen, igen, igen. igen, igen. Jó, így az autódat ugye leszimuláltuk egy, egy szimulátorba most, a Settó Korza. Próbáltuk a legközelebb tenni a valósághoz. Így az adatokat, amit felsoroltál, ez körülbelül így is lett beállítva. Jó, sikerült nagyon, tehát én tök ugyanazt érzem, mint a, mint a versenyautón, úgyhogy... Ennek igazán örülök. <laughs> <laughs> ugye mindenkinek lesz alkalma ezt kipróbálni, ezt a modot majd a szimulátorba. Nem tudom, hogy Igen, mert hogy... Ugye, ugye az az event, az az apropó, hogy az idei jelentés ugye kiviszed a versenyautódat, Igen. ahol meg lehet élőbe csodálni, és mi meg kiviszünk egy szimulátort, amit összeépítetünk minden place tel Logitech kormányjal, nagyon szép Samsung monitorral, illetve építettünk ehhez egy komplett szimulátor PC-t is az assetto -hoz. És Zoli meg belevarázsolta az autódat az assetto -ba. És az az apropó, hogy az autó mell autód mellett ugye a kilátogatók ki tudják próbálni szimulátorba az autódat. Így van. Én ott leszek vég egyébként, tehát még segíteni is fogok benne, meg fogom tudni mutatni az automat bárkinek, aki kíváncsi rá. A motortér az nem lesz kész, nem mondom azt, hogy feleszítom a motoráztető, mert nem minden fog elkészülni, de kint lesz az autó. Csak nem lesz indítható. De fizikailag kint lesz. De szimulátorba ki tudja. Szimulátorba, szimulátorba ki tudjátok próbálni. Igen, amúgy úgy. szeretik ám hogyha indítotják a főleg a hangos autók, hogy nem is baj. De, de ott lesz az autó, be lehet ülni. Úgyhogy szóval. szerintem tök jó buli lesz. Balázs? Mennyire, tehát mondtad, hogy azt érzed szimulátorban körülbelül, mint a valós autódba, ez valóban ennyire közel van? Tehát, hogy nyilván a fejedből nem fog kimenni a vér, még hogyha a belga pályán. Én akkor jöttem rá, hogy mennyire tud valósághű lenni, amikor először egy VR szemüveggel kipróbáltam az asszattó korzát egy olyan pályán, ami lézerszkennelt volt, tehát az utolsó kavics is ugyanott van, mint a helyszínen, illetve egy TCR-szel. Tehát, hogy Tényleg minden ugyanaz volt, mint amivel életben versenyeztem. Edzettem egy-két napot, volt egy időm, és utána fölmentem a pályára, és a másik bemenetbe egy tizedre egyforma időt mentem. Hú, mondom, nem mondom. Nem. Hát mondom, akkor ez tényleg. Aztán utána élőben meg tudtam javítani már a szimulátoros időmet, de, de hát, hogy akkor is ilyen másodpercen belül maradtam végig. De azért azt mutatja, hogy tényleg. Azért ez egy jó visszajelzés nekünk szimulátorosoknak mondjuk, akik ugye nincsen visszajelzésünk pilótáktól, hogy, hogy hogy ez mégis milyen, hogy hasonlít-e, ahhoz már elbohóckodunk, meg elversenyezgetünk egymással. De nem, ez egy tök jó, jó visszajelzés, amit mondod, hogy hogy nagyon hasonló igazából. Igen, igen. De ez egyébként a, a, a motorsport világnak az elterjedéséhez is és a színvonal növekedéséhez is nagyon hozzásegít, mármint, hogy a technológia nem. Igen, meg könnyebb felfedezni a, a, tehetségeket. Tehát hogy azért régen tényleg bele kellett ülni a, a valós versenyautóba, hogy a valakiről kiderüljön, hogy, hogy ki az, a ügyes. És tök sokszor szoktam mondani, hogy azért vannak nagyon, nagyon sokan, akik nem olyan stílusúak, autóversenyzők, amilyennek kéne lenni, elmennek ilyen, ilyen, ilyen nagyképű irányba, nem csak Magyarországon, mindenhol a világban. is. én azért nem értem ezt, mert nekünk csak simán úgymond szerencsénk van, hogy kipróbálhattuk munkat, és még kiderült, hogy jól megy a dolog, de lehet, hogy a falu, ahol, ahonnan jöttem, tíz másik ember van, aki sokkal jobban menni, mint én, csak soha nem volt lehetősége kipróbálni magát, vagy megmutatni magát. És ezzel a szimulátoros vonallal ez így, ez így szerintem tök, tökre sokkal jobban elérhetővé teszi. Vannak szimulátoros kutatók. Hát igen, az is jó ez a szimulátoros világ, mert ugye hát nem mindenki ö, engedheti meg úgymond a versenyzést magának. Igen, igen, igen És, és akkor legalább egy kicsi élményt szerez. Igen, tehát benne. egy, egy, ilyen, egy ilyen belépő szintű már jó szimulátor, hát géppel, kormányjal, mindennel annyiba kerül, mint egy vadonatúj iPhone, egy fullos iPhone. Tehát most már egy forint egy telefon hát anny, annyiban nem kerül egy szimulátor, amivel már mondjuk tudsz nevezni egy, egy olyan tehetségkutatóra, hogy aztán beültetnek egy igazi versenyautóba. Hát meg nagy élmény menni akár online bajnokságokba is, van egy csomó online bajnokság, én, ugye, indultam párba is. Emlékszem rá, hogy az elején, amikor ö, oda kerültünk, hogy startlámpák, ez a szívem majd kiugrott, alig kaptam levegőt, <laughs> és így elfelejtettem rajtolni, elpörgettem a kereket mindig, és utána ezt meg kell tanulnom fokozatosan, és igazából a szimulátor azért is jó, hogyha valaki többet megy benne, én mondjuk 8 évig voltam benne, hogy ugye a versenyzéshez nagyon kell ész. Oké, okay, van tehetség, meg tudás, de nagyon tudatosan kell csinálni mindent, az, hogy mi, mi után jön... Értem ezt azzal, hogy gumikíméléstől kezdve beosztani az autót, mikor lehet nyomni, mikor nem, átlátni egyből a versenyhelyzetet, ez ez nagyon jó építő van, erre. Van. erre. Egyetlen dolog, amit a szimulátor nem tud leszimulálni, az a, a GR-ök, a fizikája dolognak, hogy adott esetben meleg van a kocsiba, egyszerűen nem értük ilyen 60-65 fok volt a, a kabinban, egy TCR autóban. Ez, ezek azok a dolgok, amihez mondjuk hozzá kell szoknia, de szerintem ezt egy-két egy év alatt, hogyha valaki elkezd igazából versenyezni a szimulátorból, ezt ez, ez, ez meg lehet tanulni. Tűzálló overába, 67 fokba, hogy tudsz koncentrálni? Hát de az ezt az otthon az... is lehet, bocs, szimulálni. De... Hogy? <laughs> sütővel nyáron? Konyhába összerakad a szimulátort nyáron, be, bedúrantod a sütőt. De hogy tudsz koncentrálni ott úgy? Hát, észnék el hát hozzá Hozzászok szerintem egy idő után ugye én fokozatosan szoktam hozzá, hiszen ugye kisgyerekkoromtól versenyeztem, úgyhogy nekem úgymond természetes volt, hogy, hogy vannak ilyen körülmények, de például emlékszek Portugália, Gabriel Tarkini, 60 év körül volt, egyik legidősebb túraautópilóta, és volt olyan, hogy beért, dobogós helyen már nem, nem emlékszek pontosan, arra emlékszek, hogy Villareal volt, Portugál verseny, nagyon meleg volt, és már alig bírt kiszállni az autóból, tehát annyira kiveszi az ember. Tomzonra emlékszem, amikor ő... Talán már ladázott és talán cukorbeteg volt, de nem vagyok benne biztos. És az autóból is őt is úgy kellett kiszedni, meg vittek neki egyből folyadékot, hogy pótolják hogy annyira rosszul. Igen, de nyitott autókban ez nincsen, túrautókban ez van. Főleg a modern turbos autóknál, a Volkswagen csoportos TCR autóknak a turbo az a tűzfalnál van, hát a tűzfal az tényleg tűzforró volt folyamatosan, tehát ott a folyamatosan maximum ment volna közbe a fűtés. Ö, ablakot nem lehet lehúzni, szabály. Szigetelés Va, var... nincs, mert túlsúly. Igen, 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 igen. tehát hát ott az ilyen. Ja. és figyelj Norbi, ö, mikor kezdődik neked az idei szezon? Április közepe, egyből dél-franciába megyünk, aztán utána két hétre rá van a, a az viszonylag közel van az osztrák hétvége, a Regberg, oda viszonylag sokan szoktak jönni, a magyarok is, aztán újra hosszú táv, megyünk Spanyolba, Spanyolban kint is hagyjuk az autót, már le is szerveztem Madridban egy, egy ilyen kamion tárolóban, ilyen zárt, őrzött helyen kint hagyjuk a versenyautót, a terautót, mindent, és aztán megyünk tovább a portugál hétvégére onnan, mert a költségkímélés ugyan annak haza húzni minden mert a ott is két kilométerek, hét lesz. amiket most így elmondtál oda-vissza. Gyakorlatilag az egyik legnagyobb költség most a versenyzésben az a terautónak az üzemanyag költsége meg, az útdíjak, meg minden. Brutálisan hangzik így. Igen. aztán onnantól már, már kicsivel barátságosabb lesz, honnan hazaérünk. Onnantól lesz Horvátország, Szlovénia, Csehország, ott, ott, má, ott, már, környező országok, igen. De így az évele azért az nehéz lesz. Olaszország még lesz, az egy kicsit, az is messzebb van, azért Róma magassága. Várod hát. már a rajtot? Persze, persze. Rossz kérdés ez egy versenyző, <laughs> alap, persze. Meg azt állom nagyon, hogyha most elkészül az autó, azért még áprilisban szeretnék tesztelni vele a verseny előtt, hogy mégis milyen érdekes lesz. hol tudsz tesztelni vele? Kis pályákon, a Kucsring, Euroring, az, az uh -huh. tökéletes arra. Tehát hogy olyan zárt még Ja, is. persze, persze, persze. Hát eznek nem rendszámos autógépkönyve van csak. Ja, mondjuk jogos. <laughs> <laughs> Jó van. Balázs esetleg még valami? Én itt a szimulátor. Uh, Illetve, bocsánat, majd még nekem majd lenne igazából, ugye, mint Ipon vagyunk mi, uh -huh. és számításunkával foglalkozunk, és így oké, okay, csak autóról beszéltünk ideig, de. Azért téged érdekel valamilyen szinten ez a számítások, a világa, informatika, bármi? Így, így a szimulátorozással kapcsolatban? Vagy hát amúgy? akármi, vagy, vagy bármi, mondhatod, hogy telefonokat restauráltál most. Ja, igen, az az egy, az úgy, igen, szerintem is szerettem legózni, hát ez egy kicsivel nehezebb, <laughs> de hát ez a hardcore mód a felnőtt verziója. Igen, a telefonokat szeretem valamiért szervizelgetni magamnak de egyébként ez a, ez a számítógép építését még nem nagyon egy, ami, amivel, ami most, ami szimulátorgépem, azt, azt közösen csináltuk az egyik barátommal, de nagyjából itt most így, így, így kimerült a dolog. A szimulátorozás az meg egy olyan dolog, hogy nagyon sokat hívtak ilyen ligába, olyan ligába. De azért volt, hogy egyszer elkezdtem, de, de aztán sosincs az ideje rá az embernek, főleg szezonban, amikor hétvégén vagy versenyen vagyok, vagy az élményautóztatós munkát csinálom éppen, vagy, vagy, vagy éppen tanítok valakit tényleg pályázni egy bármilyen versenyautóval hogy ahhoz, hogy most benevezzek valahova, aztán, aztán hiányzok egy csapatból, is kéne hozni De a persze. pontokat, hogy valami annak sem értelme. Gyakorlatilag ilyen amatőr szinten szimulátorozok én, ami elég arra, hogy felkészüljek az adott versenyre. Nem is, tehát nincs is komoly szimulátorom. Ezért vannak olyan, olyan, komoly szimulátorok vannak, hogy drágább, mint egy, mint egy kezdő versenyautó mert nekem azért nem, én nem nekem egy ilyen erős középszintű vagy, vagy belépő szintű van, ami már elég arra, hogy egy 80-90 ig begyakoroljuk a pályát. Azt szoktam mondani, hogy hogyha egy nem lézerszkennelt pályáról van szó, hanem csak úgy megvan a pálya, azt nem szabad túl gyakorolni, mert jönnek olyan beidegződések, amiek már nem jó azon a, nap, az adott pályán, ami meg egy picivel másabb, mint a szimulátorban volt. Tehát az tök elég így. Amikor már tudom, hogy, hogy milyen a pálya, mi merre fordul, onnantól már életbe kell begyakorolni. Melyik kanyarmi után. Jön. Igen, az meg legyen, aztán kész. Uh -huh. Jó van, szuper. Köszönjük szépen Norbi, hogy így elfogadtad a meghívásunkat, És hát nagyon sok sikert kívánunk a, az ebére, és hát legyél bajnok. Köszönöm szépen, így legyen. Illetve mindenki szeretete várunk az idei ámtésen, március 17 és 19 közt, kint leszünk mi is, Norbi versenyautójánál, a Speedzone standjánál megtaláltok. Várunk szeretettel, és próbáljátok ki, gyertek minél többen, próbáljátok ki a szimulátort, és akkor így Norbi autóját is ki tudjátok próbálni. Vagy ha van valakinek kérdés, akkor ott aztán lesz idő erről beszélni. Ja, így van, tényleg. Ja, jó van. És hát kövessetek minket is, meg kövessétek a Norbit is. Köszönöm. És találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.